helyezte, hogy mi is gazdagodhassunk ezáltal. Hogy szeretnéd kézben tartani a mikrofont vagy állványon? Akkor ezt adom oda, jó? Hoppá, ezt tegyük el már. Nincs könnyű dolguk a testvéreknek, hogy mutassanak be valakit. Általában csak jó dolgokat szoktak elmondani, a rosszat meg nem. De nagyon sok rossz van, és talán azok tudják, akikkel össze vagyunk zárva, ugye, akikkel együtt élünk, akikkel együtt szolgálunk, ott kijönnek azok a dolgok is, amiket szeretnénk néha letagadni. Igen, 2007 óta élünk Kárpátalján, mind a ketten Romániába születtünk, a mai Romániába, Erdélyország, de valahogy Isten kegyelme áthozott bennünket Magyarországra, és itt találkoztunk Budapesten, és akkor úgy kezdődött a közös életünk. De ha kezdjem egy olyan igével, amikor az akkori kornak a talán legnagyobb prédikátora elbizonytalanodott, és a tanítványait elküldte egy rabbihoz, megkérdezte, hogy te vagy az, akire vártunk. És Jézus mester azt mondja, hogy hát gyógyulnak meg a vakok, látnak. Menjétek, mondjátok meg neki. És ahogy elmennek ezek a tanítványok, Jánosnak a tanítványai, ugye Jézus azt mondja Jánosról, hogy embertől született, nagyobb ember nem volt Jánosnál. Tehát akkora szellemi erő, hatalom van mögötte, tartalom János mögött, hogy nincs más ember, akivel össze lehetne hasonlítani. És azt mondja nekik, miközben mennek el, miért mentetek ti a pusztába? Miért mentetek ti ahhoz a nagy emberhez, a nagy mesteretekhez? Szélingadt a nátszálat látni, nézni. Minden korban megvolt az emberekben az a vágy, hogy elmenjenek valahova, hogy feltöltődjenek. Akkor is. Most is. És Jézus mester megkérdezi, hogy mit reméltetek ti ott? Mit fogtok kapni Jánostól? És az ember hajlamos csak a nátszálat észrevenni, a szelet nem látja, ami mozgatja, ugye? Azt látjuk, ami a szemünk előtt van. De az erőt, hogy milyen hatással van rá, azt sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Melyik volt a lényeges, a nátszál vagy a szél? Mind a kettő fontos, nem? Mert lehet szél, hogyha nem tud mit mozgatni, nem tud mit használni. Fontos volt Jánosnak a szolgálata, de észrevettétek, hogy miről szól János szolgálata? Hogy útkészítő, hogy rá akar mutatni valakire? Hogy a lényeg nem ő? És amikor jövünk, hogy felfrissüljünk, észrevesszük, hogy a lényeg nem mi vagyunk. Miért jöttetek? Mit reméltek? Szélingott a nátszálat fogtok látni. Remélem meglátjátok, vagy meghalljátok mögötte azt, aki igen, bele tud avatkozni az emberi életekbe, sorsokba, gyökeresen meg tudja változtatni azt. Meglátjátok mögötte azt a hatalmat, azt az erőt, aki megteremtette a világot, és ismeri az ember sorsát ebben a világban, és betölti az ember szükségeit, és mindent meg tud tenni, sokkal többet, mint amit gondolunk, remélünk, vagy kérünk. De miközben eljövünk, vannak várakozásaink, ugye? Uram, szeretnék megerősödni, szeretnék feltöltődni, szeretnék felfrissülni, de mibe fáradtál el? Miért akarsz megerősödni? Hogyha
fekszik egy halálos beteg az ágyon, napjai vannak hátra, miért imádkozzon, hogy meggyógyuljon? Hogy tovább folytatassa az életét? Ugye szeretnénk azt gondolni, hogy ez a legjobb dolog, amit kérhetünk az Istentől, de azt mondja Pál, mindennél jobb ott lenni vele. Nem azért van az, hogy kérjük a mennyei erőt, kérjük az Isten támogatását olyan dolgokhoz, amikben lehet, hogy nincs is benne az Isten. Megvan a kis életünk, megvan a kis rutinunk, és elfáradunk benne. Vagy talán megfáradunk, beleununk dolgokba, és jövünk, hogy az Isten megtámogasson minket, hogy ha tudjunk tovább menni. És rengeteg dologba be lehet fáradni, házasságtól kezdve, gyereknevelésig, szülőkkel való gondoskodás, munkahely. Az élet minden területe egy olyan csapda, amikor az ember azt tudja mondani előbb-utóbb, hogy elegem van. Hát én ezt nem csinálom tovább. Nem bírom. De hadd olvassunk egy történetet a Királyok könyvéből. Egy olyan ember története, aki Isten nagy prófétája volt, és visszajön az Új Szövetségbe Mózessel együtt, beszélgetni az Úr Jézussal, Illésről van szó, Királyok első könyvéből, a 19. részben ezt olvassuk. Áháb király elmondta feleségének, Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a Baál profétákat mind megölte karddal. Erre Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: esküszöm, hogy holnap ilyenkor te is úgy jársz, mint azok a proféták, akiket megöltél. Úgy bánjanak velem is az istenek, vagy még rosszabbul, ha nem így lesz. Ezt hallva Illés elfutott, hogy ments az életét. Szolgájával együtt Júda déli részére menekült. Amikor Beérsabába érkeztek, szolgáját ott hagyta, ő maga pedig egyedül kiment a sivatagba, egy napi járóföldre. Azután leült egy reketye bokor alá, és azt kívánta, bárcsak meghalhatna. Ezt mondta: örökkévaló, már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életemet most, hiszen én sem vagyok jobb, mint őseim. Azután lefeküdt a bokor alá, és elaludt. Hirtelen egy angyal jelent meg, aki megérintette és fölkeltette. Illés, kelj föl és egyél. Illés fölriadt, és a feje mellett frissen sült lepényt és egy korsó vizet talált. Evett, ivott, azután ismét lefeküdt aludni. Egy idő múlva az örökkévaló angyala ismét eljött, megérintette és fölkeltette. Illés, kelj föl és egyél, mert nagy út előtt állsz. Illés fölébredt. Ismét evett, ivott, majd útnak indult. Annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, amíg a Hóreb hegyhez, Isten hegyéhez nem ért. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Ismeritek talán a történetet, az előzményeket is. Hadd kérdezzem meg, és most ilyen kézfelemelős dolgok lesznek, lehet fényképezni, hogy ennyien akarnak megtérni. Szóval, hogyha 7 napba gondolkozol, 1 hét van előtted, és a lehetőségeidet ismered, akkor vannak-e olyan jelentkezők, akik azt tudják mondani, hogy én 7 nap alatt tudok rontani a helyzetemen. Még rosszabb helyzetbe tudom hozni magamat. Tudok olyan döntéseket hozni, amitől még rosszabb lesz az életem. Vannak ilyen jelentkezők? Szégyenlősek vagytok, ugye? Most olyanok jelentkeznek, akik azt mondják, hogy én akarok 7 nap alatt még rosszabb helyzetbe kerülni, mint ahol most vagyok. Ott valaki a szemét vakargatja, de az nem jelentkezik. Nem, senki nem akar jelentkezni. Szerénykedtek. Na, azok osak vagytok, nem? Bölcsek. Nem akartok olyan helyzetbe kerülni, amit elkerülhettek. Van-e valaki, aki azt mondja, hogy én 7 nap alatt tudok olyan döntéseket hozni, hogy jobb legyen az életem?
tudok olyan dolgokat rendezni az életembe, hogy megváltozon jó irányba. Lehet, hogy nem minden fog megváltozni, de hogy egy jó irányba elindul, az biztos. Tudtok ilyen dolgokat mondani, hogy legalább egy picit a ti döntéseiteknek következtében elindulhat jó irányba. Azért sokan vannak ilyenek, nem? És mi akadályoz ebbe? Hadd kérdezem másképp. Hogyha semmi nem változik körülötted, nem frissülsz fel, ha nem lesz ilyen pozitív megtapasztalásod ezen a hétvégén, és nem jön az a különleges mennyei megtapasztalás, hogy Isten tüze itt volt, és felgerjesztette a szívemet, az életemet, és hát kicsattanok az energiától. Hogyha ez nem történik meg, de kapsz 7 napot azzal az erőforrással, amit most van, azokkal a lehetőségekkel, amivel rendelkezel, hadd kérdezem meg, hogy ennek ellenére te mégis tudnál jobb irányba indulni. Én jelentkezek. Mire kell az extra erő? Pál apostol úgy beszél erről az extra erőről, hogy mérhetetlen erő. Mérhetetlen erő. És ezt a mérhetetlen erőt Isten beleteszi cserépedényekbe, emberi életekbe. De miért? Miért van nekünk szükségünk a plusz energiára, a plusz erőforrásra, erre a mérhetetlen mennyei hátszélre? Hadd mondjam úgy teljes tisztelettel, Illést Tatáról olvastunk most. Hogyha látjátok Illést ábrázolva, Michelangelótól kezdve a nagy festmények, minden, azt fogjátok látni, hogy hosszú szakáll. Egy olyan ember, aki megérdemli a tiszteletet, komoly. Én is elkezdtem növeszteni, de nem nőtt meg. De Illés Tata egy komoly hívő ember volt, proféta. És amikor betöltötte az Úr lelke, 18. rész, 46. versébe azt látott, hogy az örökkévaló ereje betöltötte Illést, mit csinált? Derekára kötötte köpenyét, és olyan gyorsan Jezreelbe futott, hogy hamarabb odaért, mint Áhába harci szekerével. És a Google térképen megnéztem, hát egy kicsit ugye ott nem légvonalba számol, de én megpróbáltam légvonalba. Ez körülbelül 30 kilométer. Majdnem egy maraton. Illés bácsi, az Úr erejével gyorsabban szalad, mint a király, ahogy megy a harci szekerével. És nem ivott előtte semmi olyan turbóitalt. Egyszerűen azt látod, hogy megteszi a dolgát, amit Isten kér tőle, még annál többet is tesz, és imádkozik esőért, és jön az eső, de nem akar megázni, és ő gyorsan beszalad a városba. 30 kilométer. Tehát nem gyalogolunk, meg sétálunk. Nem tudom, hogy félt az esőtől, vagy nem, miért kellett neki annyira sietni, de hogy aztán néhány sorral később olvasol egy másik futásról, menekülésről, és biztos, hogy az sem egy ilyen csendes lépegetés volt, hanem rohanás, hogy tűnjünk el, bajba vagyunk, menekülni kell. És azt az energiát, amivel rendelkezik, a menekülésre használja. Javít a helyzetén? Mit mutat ezzel? Mit fejez ki, hogy féltem az életemet? Hát aki tegnap megmutatta az az Isten a szabadítását, hogy tüzet bocsátott le az égből, ma nem tudja megmenteni az életemet egy királytól, vagy egy királynőtől.
Hát, hogyha több száz embert, ugye Illés kivégzett, mert pogány papok voltak. Volt ehhez is bátorsága, meg ereje, és az Úr lelke betöltötte. Hát az az Isten, aki tegnap erre erőt adott, ma nem tud valamit csinálni. És ezt látom egy kicsit nagyon gázos helyzetnek, hogy sokszor az az erő, amivel mi is rendelkezünk, az az energia, amit kaptunk, teljesen rossz utakba, futásokba pazaroljuk el. Menekülésbe, és nem a harcba. És ebben a menekülésben, ha jól számoltam, ez is egy térképes dolog, de 150 kilométert menekült és futott. Utána lehet ennek nézni, és hogyha tévedek, akkor most kérek bocsánatot, lehet, hogy több volt, próbáltam alá menni a dolgoknak, de mennyi energiát felemészt ez, nem? 150 kilométert lerohanni, mert félek, és féltem az életemet, és utána még gyalogol, hogy eltűnjön még a szolgája szeme elől is. És hát nem csoda, hogy a végén azt mondja, egy ilyen elfáradt állapotba, mert a teste kimerült, de a szelleme belefáradt, hogy azt mondja, hogy nekem ebből elegem van, ezt nem csinálom tovább. Mert ezt az energiát, amilyen volt, a menekülésre használta, én úgy hiszem, hogy ezzel volt a baj. Nem erre kaptad ezt a mérhetetlen erőt, hogy meghátrálj. Nem arra kaptad a mennyei támogatást vagy hátszelet, hogy amikor szorul a hurok, hát akkor a könnyebbik utat válasszam. Akkor keressek megoldásokat, hogy hol könnyebb. És ezt látom egy nagy problémának, hogy szeretnénk gyülekezetekbe gondolkozni, gyülekezetplántálásokban, nagy gyülekezetekbe, hogy növekszik a gyülekezet és a többi. Szeretnénk úgy magunkra gondolni, hogy olyan eszközei vagyunk az Úrnak, akiket ő tud használni, és tényleg megtérnek emberek, és hatással vagyunk a környezetünkre. De amikor szorul a hurok, nem akarjuk megfizetni az árát. Amikor nő a teher, és stressz helyzet, és baj van, és meg kéne mutatni, hogy ki lakik ott bent, akkor az már túl sok, az kényelmetlen, az fáj. Talán 3 hete beszélgettem egy sráccal, kérdeztük, hogy milyen munkatársai vannak, meg kivel dolgozik együtt. És hát nem tudta pontosan, hogy ki, csak azt mondta, hogy hát öreg, hát kérdezzük, hogy hány éves? 30 körül. Mondom, mindjárt kapsz egy nyaklevest, hát 30 körül és már öreg. De én még éppen belefértem ebbe a 25 és 40 közötti dologba. De egy olyan időt élünk, barátaim, és fontos ezt látnotok. Mert ti vagytok azok a gerinc, a teherviselők, akik, hogyha nem hozzátok meg az árát ennek, amiről beszélek, hanem elmenekültök, és nem vállaltok felelősséget, és nem álltok a helyetekre, akkor nem csak ti fogtok elveszíteni. Lehet, hogy a gyerekeitek fognak örökölni házat, autót, de lemaradnak a lényegről, hogy megismerjék azt az Istent, aki a nehézségben át tud vinni, aki a mindennapi kenyeret meg tudja adni, aki meg tudja mutatni szabadítását a szorult helyzetekben. Mert miért kéne erő a haldokláshoz? Imádkozunk ébredésért, megújulásért, Isten lelkének a látogatásáért, de azért, hogy ugyanazt csinálhassuk tovább, csak éppen többen legyünk. Miért? Ez a nemzedék most, és az utolsó, mondjuk így, nagyon sok múlik rajtunk, rajtatok,
ezen a nemzedéken. És nem vallást, meg nem baptistaságot, meg nem tudom micsodát kell, értékrendet kell rájuk hagynunk a következő nemzedékre, meg a gyerekeinkre. Nem ezt kell megtanulják, hogy hogy kell viselkedni az Isten gyülekezetébe, hogy kell énekelni, mit szabad, meg mit nem, meg milyen ruhába. Nem ezt kellene lássák. Hanem, hogy amikor Isten kért, hogy menjek, én mentem. Amikor Isten azt mondta, hogy adjak, akkor én adtam. És nem érdekelt, hogy mennyibe fog kerülni. Nem érdekelt, hogy mennyit fogok ezzel veszíteni. Nem akarom magamat példának hozni. De át kellett mi is gondoljuk az életünket, hogy amikor kimegyünk Kárpátaljára, az mibe fog kerülni nekünk, a gyerekeinknek, minden tekintetbe. És nem azért vagyunk ott, mert megéri. De amit látok és átéltem, mert mertem azt imádkozni, amit Jábéc imádkozott, hogy bárcsak megáldanál, bárcsak kiszélesítenéd a határaimat. És persze nem úgy, hogy egyik napról a másikra ez megtörtént. De hogy mit épített fel Isten? És mit kellett nekem tenni, csak ott lenni? Csináltam én valamit, csak utaztam, mondhatom ezt. Csak munkatársa voltam az Istennek, ő csinálta. Épített. Létrehozott. Nekem csak ott kellett lenni. Mennyei erő, páratlan erő, mérhetetlen erő. És nem azt mondja, hogy majd valamikor a rendelkezésedre áll, hogyha megérdemled. Hogyha jól viselkedsz, akkor az Isten meglátogat téged, és betölt mennyei erővel. Nem, valaki nagyon okosan azt mondta, hogy amikor elfogadtuk az Úr Jézust, újjászülettünk, felkerültünk az Isten radarjára. Már ott jelez téged, számít rád, tud rólad. Hogyha olvassátok a Jelenések könyvét, akkor azt fogjátok látni gyülekezetről, írja az Efézus gyülekezetről. Tudok cselekedeteidről, tudok, hogy tudom azt, hogy hogy fáradozol, hogy mennyi mindent megcsinálsz, milyen terheket hordozol, ismerem ezt. És azt tudom, el tudom mondani, nem vagyok a te élethelyzetedben, nem tudom, hogy milyen terheket hordozol. Nem tudom, hogy azt mondod-e, mint Illés, hogy elegem van már ebből, nem bírom tovább. Kéne egy kis segítség, hogyan tovább? De Jézus azt mondja, hogy én tudok róla. Tudom, hogy milyen nyomás alatt vagy. Tudom, hogy ehhez mennyi erőre van szükséged. Tudom, hogy milyen kérdésekkel foglalkozol. Milyen feszültségben élsz? Tudok azokról a terhekről, amit hordozol. De hadd mondjam el a jó hírt, soha nem úgy volt tervezve, hogy ezekben a terhekben, ebben a feszültségben, a nyomás alatt nekem egyedül kell megbirkóznom. Egyedül kell kibírnom. És hogyha Jakabot olvassátok, Jakab testvér azt mondja nektek, nekem is, hogy örüljetek. Örüljetek, amikor nyomás alatt van az életetek. Amikor próbák alatt vagytok. Örüljetek! Vajon miért mond ilyen dolgokat, amikor mi szeretnénk ugye ezeket elkerülni? Úgy fogalmaz, testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Az állhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki, akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Megint egy kérdés. Ki az, aki szeretné elmondani magáról, hogy érett, tökéletes, hiánytalan életet akar élni? Hogy többet akar, mint ahol most van? Jakab azt mondja, hogy
Lehetséges. Megvan az útja. Örülj, testvér. Mert az Isten is ezt akarja, hogy tökéletes, hiánytalan, teljes életet élj. Miért akarja ezt az Isten? Mert ő nem akar átlagosat. Ő nem elégszik meg a félkésszel. És nagyon komolyan gondolta azt, hogy mindent újjá teremt. Mindegy, hogy milyen ára lesz, újjá teremt. Téged is. És az újjáteremtésnek, az újraformálásnak az ára pedig ez. Hogy belevisz és enged, hogy stressz alatt, terhek alatt, próbák alatt formáljon. Azt mondja, tarts ki, amikor ilyen dolgokon mész át. És hadd mondjam el, hogy azt a mérhetetlen erőt éppen erre és éppen ezért kaptad. Az Isten mérhetetlen erejét ezért kapjuk, hogy meg tudjuk fizetni a tanítványságnak az árát. A Krisztus követéseihez mérhetetlen mennyei erőre van szükség. Nem lehet csak átlagos odaszánással, felbuzdulással, megtértem, és akkor megyek, mert bírom. Nem. Jézus követése nem a fizikai erő. Mennyei erőre van szükség hozzá. Természetfeletti segítségre van szükség hozzá. Mert ami testtől született, testtől, ezt mondja Jézus, az nem érdekli Istent. Ő újat akar. A lélektől születettet. Ő akar dolgozni benned. Ő akar továbbvinni. Ő akar felépíteni. Ő akar újjáteremteni. És hadd mondjam, ezt nagyon fontos megértenünk, hogy ezt a mennyei erőt nem azért kaptuk, hogy mi magunkat megváltoztassuk, helyreállítsuk, elfogadhatóvá tegyük. Majd egy szolgálatot úgy fogok csinálni, az Isten gyönyörködjön bennem, és akkor kérek ehhez mennyei támogatást. Tehát nem erről szól a történet. Nézzük meg, hogy mi van ma. Úton útfélen vezetőket képzünk, nem? Vezetőképzés. Csúcsvezetőket. Jöjjenek a vezetők, és akkor majd a vezetők hatással lesznek azokra, akik rájuk voltak bízva, vagy vannak bízva. És mit látsz a Bibliából? Jézus összeszed egy pár parasztot. Jó stratégia? Hogy lehet, hogy az Isten így gondolkozik, hogy a kukába kotorálsz? Azokat az embereket, akikről lemondtak, akik nem érdekel senki a sorsuk, kiszedi? Miért csinálja ezt? Hogy senki se dicsekedjen. És milyen érdekes, hogyha belegondolsz. Pál apostol nagyon képzett ember volt, akkor ugye zsidóságán belül a legmagasabb iskolát kijárta, és Jézus nem azt mondja, hogy Pál, nagyon fel vagy készülve, minden tudomány ismerete rendelkezésedre áll, bölcs vagy, mész a zsidók közé. Mit csinál Isten? Azt mondja, pogányok közé mész. Túl képzett vagy a zsidókhoz. És kit küld a zsidókhoz? Megint hadd mondjam csúnyán, egy parasztot. Azokhoz, akik iskolázottak, teológusok, tele vannak tudománnyal, írástudók, és előáll egy egyszerű ember, és elkezdi tanítani az Isten titkait. Miért történik ez, hogy láthatóvá legyen az Isten mérhetetlen ereje, hogy a semmiből valamit tud tenni? Az erőtlent erőssé teszi, a bolondot bölcsé teszi. A bűnöst szenté, a hiányost töredékes tökéletessé. És hadd mondjam, ez a te elhívásod is. Lehet, hogy vannak elvárásaid az Istennel kapcsolatban. Mire használnád ezt a turbó erőt,
ha felfrissülnél és betöltekeznél az Isten szellemével, na akkor én ezt megcsinálnám és elvégezném az Úrért, és odaszállnám magamat, és más életet kezdenék élni, és akkor azt mondaná Isten, hogy nem. Mert én nem azért adom az erőmet, hogy megvalósítsd az álmaidat, meg az elképzeléseidet, meg a terveidet. Nem erről szól, hogy kapod a mennyei erőt, és akkor úgy lesz, ahogy te elképzelted. Vagy ahogy neked kényelmes. Nem azért jött el Jézus, hogy az én világomat kiszínezze. Meghív követésre. És azt mondja, miközben meghív, hogy tagadd meg magad. Fordulj el az elképzeléseidtől is. Az elvárásaitól. Nagyon vigyázni kell ezzel, hogyha erőt kérünk az Istentől, és megadja, akkor elhívásban is lesz részünk, feladatunk is lesz. És nem biztos, hogy az a feladat nekünk tetszeni fog. Vigyázz, hogy mit kérsz. Mert az erő nem jön csak úgy magától. Hogy az erő legyen veled, és csinálj vele, amit akarsz. Nem? Szeretnénk mi kérni erőt, hogy a mindennapi élet dolgaiba tudjunk kiigazodni, tudjunk boldogulni, de mártírságra kaptuk ezt a mennyei erőt. Azt mondja Jézus, eljön a Szentlélek, erőt kaptok, ugye, hogy mártírjaim legyetek a föld végső határáig. Nem nagyon tudok görögül, sajnos tanulni kellett, de azt tudom, hogy ez a szó szerepel ott. Tanítványaim. Hát az mit jelent? Hogy ott ülünk az iskolába, és akkor megtanuljuk, amit Jézus mondott? Nem ezt látjuk a Bibliába, hanem azt látjuk, hogy akció. A tanítványok követik Jézus, és részt vesznek az Isten munkájába. Mártírok a föld végső határáig. Olyan tanúk, akik nem csak látták, hanem ők maguk is eszközök akarnak lenni az Isten kezébe, hogy használhassa őket az Isten. Te jól meggondoltad, hogy mit akarsz ezzel a mennyei erővel kezdeni? Jól meggondoltad, hogy mit akarsz a lehetőségeiddel kezdeni? Jól meggondoltad, hogy mit akarsz az életeddel kezdeni ezekkel az évekkel? A pénzeddel, az egészségeddel, a két kezeddel, a két lábaddal. Mert ha meg tudod csinálni segítség nélkül, akkor minek hozzá mennyei erő? De hadd mondjam, hogyha meg tudod csinálni segítség nélkül, akkor nincs köze az Istenhez se. Mert ez nem az Isten szolgálata. Az Isten szolgálatában nem lehet ott lenni mennyei erő nélkül. És ezért érdemes végig gondolni. Mennyei erőt igen akar adni az Isten azért, hogy beleilleszkedj az ő terveibe, vállald annak a terhét, keresztjét, végig szenvedve, megfizetve az árát, mártír. Önfeladás, kereszthordozás, önmegtagadás. Amikor Illés kifáradva, kimerülve, de belefáradva is az egész helyzetben ott van a történet előttünk, azt mondja, hogy elegem van. Mit mond Istennek, hogy nem bírom tovább, vedd el az életemet, nem vagyok jobb, mint az őseim. És nagyon fontos eddig eljutni, hogy belátod azt, hogy nem vagy erősebb, nem vagy különb, nem vagy más. Mi szeretnénk azt hinni, különlegesek vagyunk, egyéniségek vagyunk, nem vagyunk átlagosak, kiemelkedünk, és meg akarjuk mutatni magunkat, nem? Van az emberben egy ilyen. De amikor
Isten engedi, mert engedi, hogy eljusson az ember egy ilyen állapotba, hogy elegem van ebből. Nem akarom már megjátszani magam. Nem akarok már megfelelni senkinek. Nem akarom azt, hogy jó véleményen legyen mindenki rólam, mert akkor olyan testvér vagyok, akit szeretnek, elegem van ebből az egészből. És tudjátok, mit mond Jézus az ilyen embereknek? Gyertek hozzám. Belefáradtatok a színjátékba. Belefáradtatok abba, hogy erősnek mutatjátok magatokat. Eleged van már abból, hogy megpróbálsz megfelelni jó apának, jó anyának, jó lelkipásztornak, jó gyülekezeti tagnak, jó zongoristának, jó munkatársnak, és a többi. Belefáradtál már ebbe? Vagy még mindig igyekszel? Mert lehet. És hányan meg hányan végig bukdácsolják az életet, mert csak igyekezni tudnak. Megfogadják, hogy ők különbek lesznek, ők jobbak lesznek. Na most imádkozok egyet. Megfogadom, hogy Uram, most nem fogom még egyszer, nem fogom ugyanazon az úton, nem fogok csalódást okozni. És mi történik? Az Isten nem adja az erejét, hogy sikerüljön. Hagyja, hogy elbukj. Hogy újra pofára essünk, arcra essünk. Hogy újra azt mondjuk, hogy végre eljussunk már arra pontra, hogy nem megy, nem megy, kész. És ahogy így lefeküdt a bokor alá, elaludt Illés testvérünk, és azt látjuk, hogy hirtelen egy mennyei követ, Isten küldötte jelenik meg, angyalnak mondjuk ezeket, és hoz neki egy kis energiát, szendvicset, ugye? Illés fölriadt, ugye a feje mellett mit talált? Frissen sült lepényt és egy korsó vizet talált. Ugye az angyal mondja, Illés, kelj fel, noszogatja, hogy gyerünk. És ott van mellette, frissen sült lepényt, szagoltatok már? Na most egy ember, aki legyalogolt 150 kilométert, meg utána még egy darabig ment a pusztába. És tudjátok, mit látok ebbe? Hogy az Isten kedvessége, törődése, figyelmessége. Nem azt mondja, hogy Illés, térj meg. Hát, mit csinálsz? Miért nem hiszel? Hát én tüzet bocsátottam le az égből. Hát hol van az eszed? Hol a hited? Hogy kerültél te ide? Hanem foglalkozik ezekkel az jelentéktelen dolgokkal. És keresztény emberként talán ezt alábecsüljük, és nem is veszük észre. De Isten kedvessége napról napra körbevesz bennünket. Apró figyelmességek. Belegondoltál, hogy lejön az Isten fia, és rámutat egy virágra, és azt mondja, hogy nézzétek, milyen gyönyörű. Hogy meg kell mutatni az embernek, hogy nézzétek, milyen gyönyörű. Mert vakok vagyunk rá, hogy egy virágban, vagy egy mosolyban, vagy egy szivárványban, vagy akármiben meglássuk az Isten kedvességét. Mert mi van a szemünk előtt? Mi van a figyelmünkbe? Hogy nekem csinálni kell tovább, bírni kell tovább, robotolni. És azért élünk, hogy dolgozzunk, nem? És leélünk bolond módon egy életet, elmennek az évtizedek, úgyhogy robotoltunk. És elfáradtunk, és izzadtunk, és kimerültünk olyan dolgokba és olyan dolgokért, amit el kell veszítsünk, amit el kell engedjünk, amiről le kell mondjunk. És miközben éltük ezeket az évtizedeket, nem értünk rá rácsodálkozni az Isten kedvességére. Milyen gyönyörű,
a gyermeked, amikor ránézel. Néztem éppen egy videót, hogy az volt a kérdés, hogy mit változtatnál meg magadon, ugye? Hát ahogy az ember nő, és haladunk az évekkel, meg évtizedekkel, mindig van valami, amit szeretnénk kicsit másképpen, hogyha másképp alakulnának a méretek. Testvéreméknél voltam, nagyon megörültem egy mérlegnek, mert szoktam én is nézni, és van egy kívánt elképzelésem, hogy melyik kilónál kellene, hogy megálljak, meg tartanom magamat, és hát már 2 hónapja birkózok ezzel a dologgal, és ráálltam, és azt mutattam, amit akartam. És hát mondom, ez siker, ez nagyon jó dolog. De mikor leszálltam, észrevettem, hogy vissza van tekerve. Úgyhogy a nagy örömbe sajnos ott volt aztán a csalódás. De hogy amikor nézed magadat, lehet, hogy látsz olyan dolgokat, amit jó lenne megváltoztatni, csak hogy amikor ott van a kezedbe a kis újszülött, nem fogsz azon gondolkozni, hogy hát miért nincs 3 füle. Ő úgy tökéletes, úgy jó, ahogy van. És rácsodálkozol, ajándék, gyönyörű. Ehhez nincs mit hozzátenni. Nem hiszem, hogy valaki megfordul a fejébe, hogy hát lehetett volna jobb is. Na hát ez van, most mit csináljunk vele? Nem így gondolkozunk. Mert az Isten törődése, figyelme, én azt hiszem, hogy ezt, amit észre kell vegyünk, ez a kedvesség, ez ott van körülöttünk. És ezt megélhetik azok, akik összetörtek. Jézus maga mondja, hogy gyertek hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Megvigasztallak titeket. Isten lehajol az ilyen emberhez, hogy körbevegye az ő figyelmével. Eleged van? Nem bírod tovább? Gyere hozzám. Ugye mit csinál itt Illés? Azt látjuk, hogy aztán kap még egy adagot, ismét eljött az örökkévaló angyala, szólította Illést, kelj föl, egyél, mert nagy út előtt állsz, vagy erőd felett való út van, ugye, előtted. Illés fölébredt, evett, ivott, majd útnak indult. Mondtam, hogy hány kilométer gyalog volt? Nem. Megint csak a Google térkép, körülbelül 350 és 400 kilométerről van szó. Nem tudom, hogy milyen útvonalon ment, mert biztos nem autópályán, de hogy mit csinál ezzel az erővel, amit kap? Mire használja ezt, a plusz energiaforrást? Nem tudom, mert én nem látom az igébe, de lehet, hogy ti jobban látjátok. Mondta Isten, hogy gyere el a Hórebhegyhez. Lehet, hogy mondta, de nekem elkerülj a figyelmemet. Ő azt az erőt, amit kapott, arra használt, hogy visszamenjen a forráshoz. Visszamenjen az Isten hegyéhez. Ahol tudta, hogy ott beszélt Mózes az Istennel. Megjelent Isten, beszélgetett, kijelentette magát. És nagyon tetszik nekem ez a mozzanat. Nem akarom belebagyarázni, de ezt látom, hogy ezt az erőt Illés arra használta, hogy közeledjen az Istenhez. Erre van szükség. Ott maradni, onnan majd útmutatást kapni, onnan majd tovább indulni. Csak ahogy megérkezik, mit mond Isten neki? Ugye befekszik egy barlangba, ott tölti az éjszakát, az örökkévaló megszólította, mit keresel itt? Miért jöttél? Pedagógia. Isten megkérdezi ezt tőled is. Miért akarsz felfrissülni? Mit keresel itt? Mit akarsz, hogy veled tegyek? Mi változna attól, ha most választ kapnál? És tudjátok, kész meghallgatni a történetünket.
Én nem tudok rajtad segíteni. De milyen jó az, hogy Isten oda jön melléd most, és elmondhatod neki. Ez a történetem. Ezért vagyok itt. Teljes erőmmel szolgálatalak téged, örökkévaló seregek Ura és Istene, válaszolt Illés. De Izrael népe elhagyta a szövetségedet, lerombolták oltáraidat, és meggyilkolták prófétáidat. Egyedül maradtam prófétáid közül, csak én maradtam életben, és most engem is halálra keresnek. Mindent megtettem, amit tehettem. Én. Teljes erővel megtettem, szolgáltalak, de nem az lett a hatás, amit szerettem volna én. Nem azt tapasztaltam, amit én elvártam. És utána történik egy mozdanat, mondja Isten, hogy gyere ki, állj meg ezen a sziklán, és elvonulok előtted, és ismerjük a történetet, de ahogy jön a szelíd hang az utolsó mozdanatként, megint megkérdez Isten, Illés, mit keresel itt? És Illésnek beállt ez, és újra, amivel tele volt a szíve, keserűséggel, panaszkodással, elégedetlenséggel, csalódással, mert ez volt benne. Újra elmondja, mintha az Isten nem hallotta volna, teljes erőmmel szolgáltalak téged, örökkévaló seregek Ura és Istene, de Izrael népe elhagyta szövetségedet, lerombolták oltáraidat, meggyilkolták prófétáidat. Hát nem figyeltél? Miért mondja, miért kérdez Isten? Mit keresel? Mit akarsz? És ahogy elhallgat Illés, mit mond neki Isten? Fordulj meg és menj vissza azon az úton, amelyen ide jöttél. Tessék visszamenni terepre. Igen, van idő, amikor ott kell lenni, csendben lenni. Elmondan az Istennek, ami fáj, ami csalódás, nem úgy sikerült, az elvárások, igen. De mit fog mondani az Isten? Jó van, oké, megértelek, nagyon sajnálok. Hadd öljelek át. És mit mondok? Mindenre van erőd a Krisztusba. Elég az, nem? Elég neked az én kegyelmem. És akkor hadd maradjunk itt, nem? És élvezzük ezt a kegyelmet. De nem, mert visszaküld a harctérre. És amikor ilyen igeverseket olvasunk meg, osztunk meg, hogy mindenre van erőm a Krisztusba, azt is meg kéne osztani, hogy mi van előtte, meg utána. Hogy megtanultam éhezni, megtanultam nélkülözni. Üldöztetéstől kezdve minden ilyen dolgot felsorol Pál apostol. Ezekre, hogy az Isten mellett maradjak, hogy a Krisztus követője legyek, a mártírságra minden erőt megkaptam. És mi ezt a minden erőt, ezt a mérhetetlen erőt el akarjuk pazarolni olyan dolgokra, mint karrierépítés. Vagy az álmainknak a megvalósítása. Vigyázz arra, mert ha felfrissülsz, akkor az Isten vissza fog küldeni. Oda, ahonnan jöttél. Vigyázz arra, mert ha mennyei erőt fogsz kapni, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor használd. És menj az erőtlenekhez. És menj vigasztalni. De hadd mondjam el, nem fogsz azért mennyei erőt kapni, nem fogsz felfrissülést kapni, hogy minden ugyanúgy legyen, mint régen. Hogy ugyanazt az életet folytathass, mint régen. Nem kapunk ehhez mennyei erőt, hogy meg legyen támogatva a kis álmunk, meg a látásunk, meg a véleményünk, meg az elképzeléseink. Ahhoz kapunk erőt, hogy az Isten tervébe helyt tudjunk állni.
de ahhoz minden segítséget megkapunk. Mérhetetlen segítséget. Minden mennyei áldást, amire szükséged van, hogy végigmenj ezen az életen Krisztus mellett, az ő szolgálatába. Minden mennyei erőt, amire szükség van, hogy lemondj önmagad megvalósításáról, minden mennyi támogatást meg fogsz ehhez kapni. A föld végén ragadtalak meg, annak a széléről hívtalak el. Ismerős ez az igevers? Talán megbotránkoztattam némelyeket, de az egyszerű fordítást használom, és most hadd olvassam ebből, hogy hogy van itt. Ézsaiás 41, 9. vers. Szolgám vagy, én választottalak, soha, soha nem doblak félre. Illés. Elmondhatod, hogy mi bánt, de nem maradhatsz itt. Nem doblak ki, nem mondok le rólad, maradsz a teher alatt. Miért? Mert nem akarok félmunkát végezni. Mert itt nem csak Izraelről van szó, hanem rólad is, hogy milyen emberré válsz. A terhek alatt. Nem a szolgálat, hogy mit teszel értem, hanem az, hogy te ki vagy, ez számít. És az Istennek ez számít. Soha nem doblak félre. Ne félj, mert veled vagyok. Ne aggódj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítlek. Igazságos jobbommal felkarollak, és megtartalak. Nem egyedül mész. Nem egyedül vagy a terhek alatt. Megtartalak. Melletted vagyok. Szeretnék egy videót megmutatni nektek, és remélem szeretitek a komoly zenét. Sajnos nem olyan jó a minősége, de így sikerült. Yeah.
Lehet, hogy már láttátok ezt a fiatal lányt, aki gyermekbénulásba szenved. Mondhatnánk azt, hogy nem tökéletes, nem teljes. Nem olyan, mint más. És amikor elénekelte ezt, ugye a végén ennyit mondott, csak azt csináltam, amihez a legjobban értek. Kellett mögötte legyen egy támasz, még a saját lábán se tud megállni. De hadd mondjam azt, hogy valahogy mi is így vagyunk. Eljött az Úr Jézus Krisztus, mert a saját lábunkon nem tudunk megállni. Semmit nem tudunk adni az Istennek, hogy lefizessük, megvesztegessük, kérjük, adj erőt, segíts tovább. De tudod, mit csinál Isten? Azt mondja, hogy én adok éneket a szádba. Új éneket adok a szádba, Istenem dicséretét. Jön az Úr Jézus Krisztus, hogy megtámaszom bennünket, hogy elfogadhatóvá tegyen az Isten számára minket. Éneket ad a szánkba. És a legtöbb, amit tehetünk, hogy ezt engedjük. Nem mi teljesítünk. Olyan korban élünk, amikor a gyülekezet, az egyház valahogy ezt elfelejtette. Az Isten hangjának lenni. Engedd, hogy Jézus megtámasz az életedet. Nem leszel soha olyan erős, hogy a saját lábadra állj. Soha nem leszel olyan erős, hogy nélküle boldogulj. Soha nem fog úgy menni, hogy én kaptam mennyei erőt, és most már külön választhatom magamat az Istentől. Nem megy. Az az élet sorvadás lesz, pusztulás. Nem lehet a kettőt összeegyeztetni, hogy jól boldogulok a világba, de azért ott vagyok az Isten népe között is, de ez olyan, mint a ló meg a szamár, hogy lesz egy összfér belőle. Ez nem szaporodás képes, abból nem lesz jó következmény. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy gyűlölöd az egyiket, és a másikat szereted. Vagy. És ez a fontos, hogy vagy. Hadd köszönjük meg, akik nézték az élő közvetítést, de most el szeretnénk köszönni tőlük, és itt maradnánk magunk között. Nem akarok nagy dolgokat mondani, de Isten kíváncsi a te történetedre, hogy elmondd neki. Önsd ki előtt a szívedet. Lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, átlagosnak, de ő nem azt várja, hogy megjázd magadat, és valami szép imát lenyomjunk neki, elkápráztassuk. Keserűség van benned, csalódás van benned, nem úgy jöttek össze a dolgok, akkor mondd el neki ezt. Ami a szíveden, ahogy illésnek is, mondd el őszintén, leplezetlenül. De a válasza az lesz, tudd meg, hogy menj vissza azon az úton, amelyen jöttél. Van feladatod. És ehhez kapsz erőt, ehhez a feladathoz. Hadd mondjam az Úr Jézus szavaival, hogy belefáradtál, akkor gyere, jöjjetek hozzám mindjárt, akik belefáradtatok, akiknek elegük van. Én szeretnék ide leülni, és csak imádkozni, és hogyha szeretnétek, ti is bátran előre jöhettek, imádkozni, vagy kettes-hármas csoportokban, ahogy nektek jól esik. De itt most nem arról szól, hogy megpróbálunk jó fiúk lenni, mutatni, hogy milyen gyülekezet vagyunk. Egyszerűen csak, hogy őszintén elmondjuk az Úr Jézusnak. De engedjük azt, hogy megtámaszza az életünket. Hogy az az ének, amit az Isten dicsőíti,
az kijön a mi szánkon is. Nem tudom, hányan tudtok olaszul, de ez a fiatal lány erről énekelt, az volt a két utolsó mondat, hogy győzni fogok, győzni fogok. Ugye ez egy szerelmes ária, a utolsó gondolat, oszoljon az éj homája, bukjatok alá csillagok, bukjatok alá csillagok, amint itt a hajnal, győzni fogok, győzni fogok, győzni fogok. Sokba került Istennek ez a győzelem. Ne játsszuk el. Gyertek és imádkozzunk.